Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó Magyar Kupában a DVTK. A koronavírustól erősen érintett és több fiatal játékossal felálló Békés Csaba az első félidőben még kivédekezte a miskolci támadásokat, de a folytatásban 3 gólt rúgott, és így tavasszal folytathatja kupa szereplését a Diósgyőr. Korábban már mindkét csapat megnyerte a Magyar Kupát, de a csütörtökön játszott találkozónak az adott további különlegességet még, hogy pozitív vírustesztek miatt a Békés Csaba több U19-es játékosával állt fel. A Puskás Akadémia ellen győztes kezdő csapatán Feckó Tamás csak 3 helyen változtatott, ám ennek ellenére nem sikerült feltörni az elszántan védekező házigazda védelmét az első 45 perc alatt. Ugyanis Ivanovszki 32. percben esett szép találatát Les miatt érvénytelenítették. A fordulás után nagyobb sebességre kapcsoltak a piros-fehérek, és a szünetben megkezdett cserék pedig meghozták a gólokat is. Az 56. percben egy szöglet után Rui Pedro vette be fejjel a végig remekül védő Krinács kapus kapuját. A 71. percben változott újra az eredmény, a szintén csereként pályára lépő, a DVTK felnőtt csapatában az első mérkőzését teljesítő Omarás Vili megpattanó lövését követően. A 75. percében járt a kupa találkozó, amikor szinte az első lövéséből kapufát ért el a házigazda, majd a 89-ben kialakult a végeredmény Rui Pedro emelése után. A Magyar Kupában Békés Csaba, DVTK 0-3. Mint mondtuk, ugye, hogy fognak a játékosok játékhetőséget kapni, akik az utóbbi idővel kevesebbet töltöttek a pályán. Úgy gondolom, hogy akik pályára léptek, azok éltek vele, hiszen motiváltan tényleg mindenféleképpen meg akarták mutatni maguknak, hogy nem maguknak, hanem nekünk, hogy lehet rájuk számítani. Győzelmükkel a legjobb 32 közé jutottak a piros-fehérek, akik így versenyben vannak majd a kupasorozat tavaszi folytatásában is. A hétközi kupa sikert követően pedig vasárnap már egy újabb nehéznek ígérkező bajnoki vár a Diósgyőrre a Kisvárda otthonában. De a Puskás Akadémia ellen mutatott teljesítmény idegenben is meghozhatja a sikert. Az alap, hogy ilyen hozzáállásunk legyen, az, hogy így küzdjünk egymásért, minden elveszített labdáért, és a legfontosabb, hogy ilyen zártan és fegyelmezetten védekezzünk a középső zónába, amiből viszont építkeznünk kell, és tényleg annyi lehetőséget kell teremteni, amit csak lehet, és ezeket értékesítsük. A labdarúgó NB1 9. fordulójában a Kisvárda DVTK 90 perc vasárnap 18 órakor kezdődik. A DVTK Magyar Kupa mérkőzését pedig híradónkat követően 20 óra 25 perctől nézhetik végig nézőink.